Sziasztok, Ikrek, köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy októberben milyen energiákat várhatsz a pénz és a karrier területén. Mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. De lássunk is hozzá, először is a rózsakártyát nézzük meg, ahol neked a nagyszerű anya jött ki, ami arról szól, hogy add át magad az ismeretlennek, és es a karjai közé. Tehát itt valamilyen édesanyai nagymama, vagy anyai energiáról van szó. Jelezheti azt is, hogy nehéz időszakon vagy nehéz időszakon mentél át keresztül, és fontos az, hogy találj magadnak valakit, egy anyai energiát, aki segít neked abban, hogy túltedd ezen magad, tehát akiben megbízol, akinek el tudod mondani a problémáidat. Hát igazán arról is szól az, hogy próbáld elfogadni a helyzetedet, még bármilyen nehéz is lehet, mert bár lehet, hogy nehéz a helyzeted, de lehet, hogy valami jó dolog fog kisülni belőle, tehát fogadd el az ismeretlent. De nézzük meg, hogy miről szól a taró. A kirakásod középpontjában a botok királynője van. A botok királynője, mint udvari kártya, lehet a te energiád, egy másik személye, vagy a kártya általános energiája. Tehát ez az a királynő, aki mindent meg tud szerezni, amit akar, mert nagyon pozitív, és nagyon jól tudja használni a vonzásnak a törvényét, tehát ezáltal ő bármit meg tud szerezni, a pozíciót, a pénzt, az előreléptetést, az üzleti lehetőséget, szereti az újdonságokat, szeret vállalkozni, elég vállalkozókedvű, lehet, hogy egy olyan személlyel van dolgod, aki nagyon produktív, és őt igazán az se érdekli, hogy mások mit gondolnak. Aztán az első kártyád az a kardok kettes. Tehát a kardok kettes az a döntés képtelenségnek alapja, amikor van két dolog az életedben, amin el kell döntened, hogy mit akarsz, és nagyon nehezedre esik, bár a szíved mélyén tudod azt, hogy mi a megfelelő döntés, de mégis nagyon nehéz. Ez a kártya mindig arra szólít fel, hogy figyelj oda a megérzéseidre, a belső hangodra, mert az segít neked abban, hogy meghozd a jó döntést. Ez a kártya kapcsolódhat konfliktushoz is, amikor lehet, hogy egy konfliktus kellős közepén vagy, és igazán nem akarsz szint vallani, semleges próbálsz maradni ebben a konfliktusban. Aztán a következő lapunk az a remete. A remete, ami arról szól, hogy félrevonultok a világtól, átgondoljátok azt, hogy mi is az, amit csinálni szeretnétek, mi az, ami boldoggá tesz, mi az igazi elhivatottságod, az elkötelezettséged. Ez a kártya, mint mondottam, jelenti, hogy elvonulsz a világtól, jelentés, hogy egyedül mész, ami jelzi azt, hogy önmagad folytatod az utat tovább, olyan szempontból, hogy a saját vállalkozásodba kezdesz. Ez különösképpen fontos a botok királynőjével együtt, hogy ezek itt együtt vannak, mert mindkettő jelezhet vállalkozást. Aztán a következő lapunk a kardok 9-es. A kardok 9-es, ami a félelmek, aggodalmak, rémálmoknak a kártyája. Tehát itt van valami a dolog az életedben, ami 7 nappal látéve jár az agyad rajta, és természetesen itt kötődik a döntésképtelenséghez. És ami itt ugye a probléma, hogy ez 7 nappal látéve ébren tart, és még pihenni sem tudsz. Tehát nagyon fontos ezeknek a negatív gondolatoknak az elengedése. Hát itt néhányatok ebbe az analízis, paralízisbe van, amikor túlelemzel valamit. Aztán a következő kártyánk az a kelyhekötös. A kelyhekötös, ami jelzi azt, hogy van valami, ami miatt keseregsz, ami szomorúvá tesz, van valami, amit elveszítettél, nem kaptál meg, és igazán még nem tetted rajta túl magad, ez kötődhet egy állás elvesztéséhez, egy előreléptés nem megkapásához, vagy egy állás nem megkapásához, akár egy üzlet elvesztéséhez is. Amit fontos az, hogy próbálj a lehetőségekre fókuszálni, ne pedig arra, amit elveszítettél, mert ennek a kártyának az üzenete, hogy nem minden veszett még el, vannak még új lehetőségek, amik boldoggá fognak tenni. Aztán a következő lap az a főpap, ami jelzi azt,
hogy legyen hited önmagadban, legyen hited az univerzumban, hogy el fogja neked hozni azt, amit megérdemelsz. Ez a kártya természetesen kötődik, összeköti a földet az éggel, tehát itt lehet ez erről a kötődésről beszélni. Jelenteti egy tanulási folyamatot, amikor valami új dolgot kell tanulnod. De ez a kártya kötődik a közösséghez, vagy pedig csapatmunkához. Tehát lehet, hogy egy közösségbe dolgozol, vagy a közösség nagyon fontos a karriered szempontjából. Jelenthet egy olyan intézményt is, ami úgymond nagy-nagy hírnévvel rendelkezik, valamint a tradíciókat is jelentheti. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Az a mindenképpen jelzett, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat. Természetesen mindig szívesen olvasom azt is, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életedre vonatkozóan. De folytassuk. A következő lapod a csodálatos kelyhek ásza, amit jelzi, hogy egy új kezdet, egy új fejezet van az életedbe. Ez lehet egy új projekt, egy új állás, egy meglévő munkahelyen és egy új kezdet, de akár egy saját vállalkozásodnak a kezdete is. Ez kötődhet kreatív dolgokhoz, de ami fontos itt, az, hogy ez téged nagyon boldoggá fog tenni ez az új kezdet, mert nem fogod tudni, hogy sír vagy neves az örömedbe. Ami ugyancsak örömteljes számomra, hogy ebből a keserűségből sikerül áttérned a boldogságba. Aztán a következő lap a botok hetes, ami botok hetes az arról szól, hogy ki kell állnod önmagadért. És igazán ez jelenteti azt, hogy ilyen külső energiák, személyek megtámadnak. Ez jelenteti azt is természetesen, hogy csak egy értekezleten meg kell védened a pozíciódat, lehet, hogy meg kell védened a pozíciódat, mert valaki más szeretné azt megkapni. Ami fontos itt ennél a lapnál, hogy itt persze ez lehet kemény csata, de ami fontos, hogy te vagy az, aki nyerő pozícióban van, te vagy az, aki látod, hogy hogyan próbálnak ezek az emberek úgymond keresztbe tenni. Az utolsó lapunk az az érmék királynője. Tehát az érmék királynője jelentett egy szemét a te energiádat, vagy a kártya általános energiáját. Ez egy olyan személy, aki nagyon jól bánik a pénzzel, tudja jól, hogy hogyan kell megtöbbszörözni, nagyon jó üzletasszony, lehet, hogy egy ilyen személy ad neked tanácsot, de az is lehet, hogy egy ilyen pozícióba kell úgymond belelépned, mert ez a főpap, ez jelenthet elkötelezettséged, és amikor elkötelezed magad egy új irányba, egy cég, egy szerződést is jelenthet ilyen szempontból. De azért még királynője jelentheti azt is, hogy olyan munkát végzel, vagy olyan lehetőség jön az életedbe, amikor otthonról fogsz dolgozni, tehát ez természetesen lehet a saját vállalkozásod is. Ami érdekes nekem ebben a kirakásban, az a két királynőnek az ellentéte. Amikor úgymond az egyik az érmék királynője, aki jelenthet egy anyafigurát is, ez a tökéletes anyafigurát, ő egy sokkal konzervatívabb, nagyon hagyományos, különösen a főpappal együtt. Valamint az energiája, amit a botok királynője hoz, aki szereti az újdonságot, szereti a vállalkozást, és itt érdekes, hogy ez a döntésképtelenség ezen a vonalon van. Lehet, hogy két anyafigura van, aki megpróbál téged befolyásolni ilyen szempontból, mert itt ez az anya kártya, ez a csodálatos anya valamilyen formában biztos, hogy megjelenik néhányatoknak az életébe. Aztán a pakli alján pedig az érmék apródja van. Az érmék apródja, mint minden apród, hozhat egy üzenetet, egy lehetőséget, ami úgymond meg kell fogadni, mert egy jó lehetőségről van szó, szóval két kézzel meg kell ragadni. Néhányatok tanul valamit, mert ugye ő a legeminensebb apród, és mivel itt beszéltünk, hogy itt ez lehet iskola, lehet, hogy néhányatok valamilyen kiképzésen van.
Ami érdekes, hogy ezen a két kártyán megjelenik a páva, tehát lehet, hogy a páva egy olyan jel, ami ebben az időszakban fontos, néha lehet, hogy visszatérő, figyelj oda, hogy mit érzel, mire gondolsz abban, amikor látod. De a páva arról is szól, hogy mutasd meg önmagad, hogy ki vagy, és légy önmagad. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.